hajléktalanság olyan állapot, amikor az egyénnek nincs állandó lakhelye és nem rendelkezik elegendő anyagi forrással. Ez számosokból adódhat, de a hajléktalan emberek általában nehéz körülmények között élnek és korlátozott hozzáférésük van az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz. Ahhoz, hogy a problémát jobban megismerjük, először budapesti és szegedi lakosokat kérdeztünk, hogy ők hogyan élik meg ezt a szociális problémát a mindennapjaikban. Nekem mindig az az első, ami eszembe jut a hajléktalanok kapcsán, hogy milyen sors, milyen életút lehet mögöttük, és hogy mi vezethet ahhoz egy emberi életben, hogy utcára kerüljenek, és ott kelljen élniük és helytállni. A nincstelensége, amiben sikerült, vagy nem sikerült, vagy az élet úgy hozta neki, hogy sajnos oda került, hogy nincs fedél a feje felett. Elsősorban kicsit meglepődök, meg kicsit néha ijesztőek, mert nem tudom, hogy mit akarnak tőlem, hogy mennyire lehet, hogy bántanak, vagy de lehet, hogy kedvesek, mert találkoztam már kedvesekkel is. Hát szinte minden nap találkozom hajléktalanokkal, és hát az a véleményem róluk, hogy megpróbálom elkerülni őket, amennyire csak lehet. Nagyon sok olyan tényező van az életben, ami befolyásolhatja ezt. Például elveszti a munkáját, valami családi állapot megromlik, vagy csak mondjuk egy feleség, aki elviszi a pénzt, bármi. Sok minden lehet. Én amúgy inkább sajnálom őket, mint hogy így megvetéssel nézek rájuk, mert nem fed... Jó. Mindenki tehet arról, hogy kerül ide, de nem feltétlen szándékosan. Az emberek többnyire sajnálják azokat, akik ilyen nehéz sorba keveredtek. De ugyanakkor tartunk is egy kicsit tőlük, hisz nem tudhatjuk, hogy hogyan fog hozzánk állni, illetve milyen életet kellett eddig átélniük. Az, hogy hogyan tekintünk rájuk, általában sok sztereotípia árnyalja. Azért, hogy ezeket az előítéleteket megcáfoljuk, vagy hogy csak jobban megértsük őket, találkoztam Kús Andrással, aki 4 évig hajléktalan volt, és bemutatott barátainak, akik még mindig a nyugati pályaudvar környéki utcákon töltik mindennapjaikat. Először is hol vagyunk, kikkel vagyunk körülvéve, bemutatod a csapatot meg a helyet? Persze, hogy nem. Ez itt az Eiffel tér, egy nagyon momentikus hely a számunkra igazából, itt rengeteget ittunk. András, Bandi, Krisz és Bobby. Szuper! Az első igazi kérdésem az lenne hozzátok, hogy hány évesen és hogy hogyan kerültetek ki? Hát én igazából 17 évesen. Összevesztem anyukámmal, ő megmondta, hogy ja, akkor mehetek. Amúgy is drága vagyok számára. Ja, ennyit ér smaragdnak lenni. Szóval, ja. Néha. Én 16 évesen úgy szinte összevesztem anyukámmal, így hát ugye az életvitelem miatt, a nézeteim miatt és így nagyjából ennyi. Jó, hogy eljövök? Hát igazából nálunk az volt a sztori, hogy így anyám így döntés elé állított, hogy fiam, most akkor vagy folytatod a sulit, 16 éves voltam, amikor ez történt, vagy folytatod a sulit, vagy elmész dolgozni, de ezt az állandóan részegenesen haza ilyen 2-3 napos eltűnések után, ezt így be kéne szüntetni, ez még Pécsen kezdődött, minden nagyvárosban megvan amúgy a kiülős társaság. És hát így én fogtam magam, hogy jó, akkor én lelépek. Feljöttem Budapestre, és így itt elkezdtem csikkezgetni a környéken, meg minden, amikor összefutottam egy-két régebbi taggal, akik behoztak ide, aztán 2,5 év kihagyással itt vagyok. És volt, hogy feljárogattam, összefutottam itt a nyugatiba az emberekkel, jól leülök egy sörre, mielőtt bemegyek suliba, aztán így kiragadtam. Mit gondoltak az ilyen szállókról, az ilyen hajléktalan szállókról, illetve a különböző ilyen segélynyújtási szervezetekről, azok tudtak segíteni nektek bármiben is? Igazából a konkrét olyan rendszer, ami arra szolgál, hogy ilyen bajba jutott embereken segítsen, az kevésbé segít, mint a random járókelők, akik végignézik, hogy ember hallott. Fiatal gyerekek vagytok, egyetek már valamit a sok alkohol mellé. Nem is szoktunk érteni, meg szoktunk. De azért, ha pénzt kérünk, akkor csak arra adnak, hogyha alkohol. Igen. De hogyha mondjuk össze akarunk szedni egy kis ebédre, vagy akármi, akkor is alkoholra kell kérnünk, mert egyébként meg nem adnak. Ha oda megyek egy emberhez, hogy ja, nincs-e pár forint aprója, hogy tudjak venni magamnak egy kenyeret, meg valami felvágottat, meg margarin, akkor nem ad. Menjek el dolgozni. Meg azt mondjuk, hogy szeretnénk berúgni, kiröhögnek minket, hogy tudjátok, miskacok, egészségetekre, itt van, így ad elfele. Nekem így a beszélgetés végére úgy tűnt, hogy igazából ti élvezitek ezt az életmódot, így megvagytok vele.
pont ezért lenne ez a kérdésem, hogy szerintetek mennyire lehet ebbe beleragadni hosszú távon? Hát igazából ember válogatja, mert tipikusan iskola példája az, hogy vannak olyan emberek, akik ide kijönnek mondjuk 16 évesen, hogy eddig a napfénytől is óvták a szülők, és végre van egy kis szabadságuk, és azt látják, hogy mi szabad emberek vagyunk már mióta, mert mi azt csinálunk, ami az éppen kedvünk szottja. És így vagy itt ragadnak, mint a Bobby, vagy pedig egy pár hónapon belül, egy nyáron belül rájönnek arra, hogy ők akkor inkább suliznak, inkább normális élet, stb. Nagyon sokan benne ragadnak ebbe az egész dologba. És utána így egy lejtő az életük. Mert, ja, sokan így látják azt, hogy mennyire szabadon vagyunk, meg minden faszon, meg azt csinálunk, amit akarunk, de azt nem látják, hogy mellette mi mindent megteszünk azért, hogy ez ne legyen olyan szar. Ők meg annyira elkényelmesednek, hogy így mennek le a lejtőn. És, ja, utána rosszabbul kötnek ki, mint ahogy mi. Mert az megint más, amikor úgy jössz ki ide iszogatni, hogy te este fixen hazamész, és amit anya kaját megcsinált, az ott van a hűtőbe, benyúlsz részegen, megmikrózod magadnak, megeszed, lefekszel, másnap megint kijössz. Na de hogyha ezt elkezded csinálni, ez egy idő után megszűnik, mert a szülő azt fogja mondani, hogy fiam, lányom, nem csinálsz semmit, bazd meg, minek tartsuk az alkoholista picsádat, és inkább kiraknak az utcára, és akkor majd megtudod, hogy milyen az, amikor az első teledet át kell élni. De az első telemen én úgy voltam vele, hogy én itt leszek öngyilkos, kurva hideg volt, nagyon rossz volt, de végül nem lettem az. Sikerül jól benne ragadni ebben, de lehet. Most mondjuk vagyunk csak engem, én ilyen visszatérő kirábalni az egészből, mint belekerülni. Amúgy hát igen. Jó, igen. Pont ez lenne a következő kérdésem, hogyha valaki ki akarna törni, annak mit javasolnátok? Hát, szerintetek, hogy nem lehet? Nem tudom, annak hát, talán én vagyok a legékesebb példája. Annak többféle lehetősége van, én nagyon sokszor azt mondtam, hogy elegem volt ebből az életmódból, elmentem dolgozni, de valahogy mindig visszahúzott a szívem, aztán inkább hagytam az egészet a gecibe, csak hadd folyjon az élet magam körül, leszartam mindent, mert nekem az úgy kényelmes volt. Hát nem tudom, szerintem az élettől kell egy olyan bizonyos nagy pofon, amit visszaadni nem tudsz, és az picit meg tud változtatni, hogyha van rá affinitása az embernek természetesen, mert ha valaki ténylegesen olyan jól érzi magát, hogy ezen nem akar, illetve per nem tud változtatni, mert máshogy nem bírja elképzelni a kis jövőjét, akkor nem is érdemes neki. De például most csak vegyünk szerény példámat, vegyük alapul, nekem ott van a barátnő, nekem mindjárt gyerekem születik, ugye ez azért egy nagyon nagy löket volt, hogy el kell menni dolgozni, kell a pénz, kell az albérlet, kell a stb. Kell ez, kell az, kell az, picikét azért gatyába kellett rázni magamat. De úgy látszik, eddig sikerült, most már van minden. Az elhatározás kérdése ez. Vagy csinálod, vagy nem. Olyan nincsen, hogy fokozatosan, hogy csak kevesebbet járok ki, vagy mit tudom én, mondjuk két havonta egyszer kijövök, mert attól függetlenül ugyanúgy kijössz, ugyanazt csinálod, lényegében semmi nem változik. Szóval vagy ezt csinálod, vagy azt csinálod. A kitörés sajnos nem mindenkinek sikerül. Sajnos többek közt a Covid és az infláció miatt csak egyre nő a nincstelenek aránya az utcákon. És az ilyen hátrányos helyzetben élőknek kisebb az érdekérvényesítő képességük is, ami azzal jár, hogy könnyebben esnek bele például peres ügyekbe. A hétköznapi emberek között is nagyon sokan vannak, akik nem értenek a jogszabályokhoz, vagy nem látják át a különböző eljárásoknak a rendszerét. Ezért bárkinek szüksége lehet jogi segítségre. Azt hiszem, hogy az a legnagyobb nehézség, hogy kivételes helyzetben kell ahhoz lenni, hogy ezt akár megfizetni tudja az ember, ezt a szakértelmet, akár képes legyen megtalálni azokat a segítési lehetőséget, amire neki szüksége van. A hivatali eljárásokban is sokszor találkozunk másfajta megkülönböztetéssel is, ez szerintem nehézséget okoz. De én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van a szakértő segítség igénybevételére. Ezekben az ügyekben egy önkéntes szervezet, az utcajogász segítségével tudnak fellépni, de ők csak kezelni tudják a problémát, megoldani sajnos nem. Szerintem az egész szociális rendszer
úgy van felépítve, hogy igazából nem nyújt megfelelő biztonságot az embereknek. Ehhez most ugye hozzájön egy gazdasági válság is, növekvő infláció, ami azt eredményezi, hogy az emberek egyre rosszabb gazdasági helyzetbe kerülnek. Ez abból is látszik, hogy ugye mi az Egyesület megalakulásakor kifejezetten hajléktalan személyeknek a jogsegélyére jöttünk létre, viszont mostanában gyakran felkeresnek minket olyanok is, akiknek alapesetben van lakhatásuk, van állásuk, tehát van jövedelmük, de mégis úgy érzik, hogy a szociális biztonságuk az egyáltalán nincs bebetonozva, és alkalomattan ők is lakhatási szegénységbe kerülhetnek, vagy akár elveszthetik a lakhatásukat. Ahhoz, hogy a hajléktalanság helyzete változzon, nagy volumenű jogszabályváltozásokra és jó pár évre lenne szükség, mire azok kifejtik a hatásukat az alsóbb társadalmi rétegekben.